Tordján József a Híradónak adott exkluzív interjújában megerősítette. Jól van, reményei szerint hazamehet ma hétvégén a kórházból, sőt hétfőre már össze is hívta a kibővített országos elnökségi ülést. A betegségéről szóló találgatások elosztatására elmondta, a túlhajszolt életmód, cukorbetegsége és magas vérnyomása együttesen okozták azt, hogy vasszécsényben rosszul lett. Most a beszélgetés hosszabb változatát láthatják. Úgy gondolom, hogy egyszerűen túlhajszoltam magam. Erről is, nem többről is, nem kevesebbről van szó. Az orvosok azt tanácsolják, hogy pihenjen, hogy fogja vissza magát egy kicsit, mégis itt bent a kórházba is dolgozik. Írja a választási programot, ez igaz? Így tudjuk. Valóban igaz. Egy kitűnő alkalom, hogy hozzákezdtem, és miután a kórházból való kimenetelemet követően egy rekreációs időszaknak kell eltelnie, melynek kapcsán én dolgozom is, hiszen mindenképpen meg akarok jelenni az országos elnökségi ülés mellett az egy héttel később kezdődő parlamenti plenáris ülésen is, és mindenképpen fontos az, hogy időben elkészüljön ez a választási program, hiszen azt meg kell vitatnunk a különböző rendű-rangú szervezeteinkkel. Tehát így együttesen most egy körültekintőbb munkaterhet fogok viselni a jövőt illetően. Nem lesz az feltétlenül szempont, hogy nincs szombat és nincs vasárnap, mint ahogy eddig volt az életemben. Tehát próbálok egy kicsit levenni a munkaterheiből. Egyedül írja a programot, vagy bejönnek többen és közösen dolgoznak? Hát természetesen megvitatok különböző részeket, különböző személyekkel, tehát a kollektív munka az, amit én egyedül célra vezetőnek tartok ebben az esetben is. Kivel tart elképzelhetőnek együttműködést, gondolok én itt a politikai palettára? Azért is kérdezem ezt, mert a politikai elemzők úgy gondolják, hogy a mi ép azért jutott mostanában előbbre, mert viszály van a kis gazdapártban is. Csurka István azt is kijelentette, hogy elképzelhetőnek tart együttműködést a Fidesszel, elképzelhetőnek tartja azt, hogy a következő ciklusban együtt kormányozzanak. Nézze, kérem, én úgy gondolom, hogy a független kisgazdapárton belül keletkezett viszályokat kívülről szították, nem belülről. És a dolog lényege ott keresendő, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége felismerte, hogy ezen az úton a következő országgyűlésbe bekerülni nem tud, ők pedig kormányzati feladatokat szeretnének ellátni, ehhez viszont mindenképpen szükség lenne a harmadik hely megszerzésére, ezt viszont a kisgazdapárt tartja elfoglalva. A vidék teszi ki az ország 4/5-ét, csak a kis településen élő emberek létszáma az 1000 fő körüli, vagy az alatti településekre utalok, az bizony 3,5 millió, ez az ország lakosságának több mint egy harmadát jelenti, tehát mindenképpen érzékelhetően a kisgazdapárt nélkül tartósan ezt az országot kormányozni nem lehet, kivéve, ha a kisgazdapártot nem kívánatossá teszik. A mi épet lehet erősíteni, akármennyire meglepőnek hangzik, még az MSZP vagy az SZDSZ oldaláról is, de ők nyugodtan erősíthetik a kisgazdapárttal szemben a mi épet, mert a mi ép a nyugat-európai ízlés számára most, hogy ez helyese vagy helytelen, ezzel nem kívánok foglalkozni, de kimondottan és nem titkoltan nem kívánatos, ebből fakadóan tehát a mi ép nem lehet kormányzati tényező, ezért minden egyes szavazat, amit elvesznek a független kisgazdapártól, és a mi éphez terelik, az tulajdonképpen a kormány oldal számára elvész.
Na most ezért egyszerűen nincs más útja a független kisgazdapártnak, mint önmaga sorait rendezni, és egy nagyon körültekintő kampánnyal, és mindenek előtt tiszta emberekkel. Ugye ez a leglényegesebb, amit eddig nem tudtunk megvalósítani a programunkból, hogy tiszta emberekkel álljunk a közvélemény elé. Most ez a belső helyzet, amelyet kívülről szítottak, lehetőséget ad egy nagyon komoly megtisztulásra, és ha mi ezt a megtisztulási folyamatot következetesen tudjuk véghez vinni, akkor én úgy gondolom, lényegesen nagyobb lesz a szavazati arányunk is, mint amire bárki gondolni merne. Úgy gondolja, hogy megvan a támogatottság, és meg lesz a kellő támogatottság? Én úgy ítélem meg, hogy igen. Egész térségek vannak, ahol el se tudnak képzelni mást, mint a független kisgazda párt által képviselt vidéket, és a vidék érdekérvényesítő képessége nagyon kicsi ma még, és ma már mindenki világosan látja, hogy nem véletlen az, hogy Antal Józsefnél sem tudtam elérni, de Orbán Viktornál sem, hadd tegyem hozzá, hogy legyen egy mezőgazdasági bank. Most az ország gazdasági ügyei rendkívül jó irányba haladnak, lényeges költségvetési többletek keletkeznek, meg kellene ragadni ezt a lehetőséget arra, hogy a mezőgazdasági gépgyártást beindítsuk, és úgy gondolom, hogy a vidék is látja, hogy ezt csak egy sokkal erősebb független kisgazdapárttal lehet elérni. Apropó, említette Orbán Viktort, bent járt önnél, de nem tudtak beszélni. Mit gondol, hogy ennek a látogatásnak a célja mindössze csak egy beteg látogatás volt, vagy esetleg valami más is? Hát két alkalommal járt itt tény, és mindkét alkalommal aludtam. Hát talán célszerűbb lett volna mondjuk egy hajnali látogatás, mert az egyik hajnali látogatás volt, vidékről jött haza a miniszterelnök úr, és a tájékoztatásom szerint hajnali kettő tájban érkezett a kórházba. Hát ugye ilyenkor egy éppen gyógyulási folyamatát élő beteg, hogyha nem tud előre a látogatásról, akkor általában pihenni szokott. Tehát ugye úgy gondolom, hogy a miniszterelnök úrral van és lesz is még beszélni valunk, de hát ami késik, nem múlik. Elnök úr, megjelölte a politikai utódját. Igaz, hogy több ciklus múlva tartja ezt aktuálisnak, de mi volt ezzel a célja? És miért pont Gyimóti Gézára gondolt? Úgy éreztem, hogy szükség van arra, hogy egy kicsit erősítsem Gyimóti Gézát és azokat a tömegeket, akik hisznek abban, hogy ő egy olyan utódommá nőheti ki magát, akit a kisgazdapárt el fog fogadni. Teljes egészében szeretném jelezni, hogy az utódkeresés gondolata régóta él bennem. Sok fiatalt is hoztam be a független kisgazdapárti vezetésbe, gondoljon Imrédi Szabolcsra például, vagy Béres Bélára, vagy Gulyás Balázsra, vagy másokra. Tehát keressük az utód lehetséges személyét, és miután jelenleg Gyimóti Géza az, aki ismertségben és a tagság bizalmát is tekintve áll az élen, ezért most őt megjelöltem, mint egy lehetséges utódot, de hát ez nem azt jelenti, hogy egyelőre a kisgazdapárt élén valamiféle változás lenne várható, hiszen 2002-t illetően én már előre bejelentettem a Máté Szalkai egyéni képviselőjelölti állításom kapcsán, hogy kisgazda elnökként is megmérettetem magam, és akkor mindenki, aki úgy gondolja, hogy meg akarja mérettetni magát, és esetleg alternatívát állít velem szemben az önmaga személye jelölésével,
az megmérettetheti magát, és én úgy gondolom, ez a korrekt és ez a demokratikus.